Peti, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm. Kávéra is ezzel hogy együtt. Hogy jutottam eszedbe? Beszélgetésre. Hát nem ez volt az első pillanat, amikor eszembe jutottál, viszont úgy gondoltam, hogy biztosan fogunk tudni egy jót beszélgetni. Ha kávézol, hogyan szeretnéd a kávét? Feketén, fehéren? De hát, nem kávézol. Én nem kávézom. Akkor kérlek neked ez egy valahogy, teját. Ez valahogy kimaradt az életemből. Egyszer próbálkoztam vele, akkor a plafonon mászkáltam egy darabig, úgy megdobogtatta a szívemet, és mondtam, hogy hát köszönöm, ez butasság, nekem ilyen nem kell. Úgyhogy... Akkor viszont kérünk neked egy teját, illetve szeretném, ha te is megkóstolnád azt a süteményt, amit Nádas Hajné alkotott, és egyébként ennek a műsornak a nevét viseli, a Feketén-Fehérent. Legyen! Mai vendégem az a Nyíregyházán élő operatőr, rendező, aki nem csak a Kölcsei Televízió életében volt meghatározó személyiség szakmailag és emberileg is, hanem a város, a megye köszönheti neki azt, hogy több mint 30 évvel ezelőtt Nyíregyházának saját televíziója lehetett. Az egyébként zenésznek is készülő, népművelő újságíró, majd televíziós szakember, mindig tele volt haladó, progresszív gondolatokkal, így nem csoda, hogy hamar felfigyeltek rá a fővárosban is. De ő mégis Nyíregyházán maradt, és itt alkotott tovább. Többféle szakmai és társadalmi elismerés után idén megkapta a megyei prímadíjat is. Vendégem Kéri Péter, mindenki papúja, aki szívesen emlékezett vissza televíziós alkotó munkája elmúlt évtizedeire egy sóstói beszélgetés keretében, és válaszolt a feltett kérdésekre feketén-fehéren. Na hát így, hogy megkóstoltuk ezt a finom sütit, meg a jól megérdemelt tejánkat, kávénkat megkaptuk, már eredményesnek is mondhatjuk ezt a napot. Főleg a te szempontodból úgy tudom, hogy egy próbáról jöttél, egy zenei próbáról. Hát, igen, öreg fejjel újból összeállt egy csapat, egy régi csapat, és hát zenélgetünk. Inkább a saját szórakoztatásunkra, mert hát azért vannak fellépések is szerencsére. Az a stílus, amivel mi foglalkozunk, és mondhatnám azt is, hogy mindegyikük kedvence, az instrumentális zene. A korábban születettek, azok tudják, hogy ha azt mondom, hogy Shadows együttes, hát, Ventures, Spotnik, és így tovább. Hát a Cliff Richardot mindenki ismeri, ő már azért ugye énekelget, és néha vannak ilyenek is, úgyhogy ez nekünk egy felüdülés, egy kis szórakozás, és az valamikor másokat is szórakoztatunk vele. És mi a neve ennek a csapatnak? Kaland Old Rock együttes. Azért, ha így belegondolok, hogy meg amikor így eszembe jutottál, hogy mi az az egy pár dolog, amit azonnal hozzád kötök, azért nekem a zene nem volt az első helyen, hiszen mi azért éveken keresztül dolgoztunk együtt, én szerkesztő riporterként, te pedig a válladon a kamerával. De mi volt tervként először az életedben? Hiszen azt mondtad, hogy a zenekarral újra összeálltatok, igen, tehát ez is egy régi sztori. Hogyan jön a kamera? Főleg abban az időszakban, amikor most sem kis dolog operatőrnek lenni, de talán akkor még nagyobb dolognak számított. Hát a kamera az Bécsből jött annak idején, de visszatérve a zenére, hát az iskolás korom óta, 4 éven keresztül zongoráztam. Még a régi Vikár Sándor Figre iskolába jártam a Széchenyi utcára, amit zárójelben megjegyzem, az én dédnagyapám épített többek között, és még több épületet itt Nyíregyházán. De akkor jött a beat korszak. Akkor jött a Beatles és mindenféle új hullámos zenekarok, és ugye tudjuk, hogy abban az időben 3 gitár dobfelállással zenéltek az új hullámos zenekarok. A zongora az akkor még nem fért bele ebbe a koncepcióba.
Hát most ilyenkor mit lehet csinálni gyorsan? Hát tisztelt barátod, tehát mindenképpen, ahogy Salamon Béla bácsi mondaná, be kell tanulni valamilyen más hangszeren. Mindenki gitározni tanult, hát mondom, én megpróbálom a dobot. És aztán végül is így sikerült. Általános iskolás koromtól kezdve egészen a gimnázium befejezéséig mindig volt valami kis együttesünk és zenélgettünk. Akkor nem volt diszkó, vagy legalábbis nem így hívták ezeket a táncos összejöveteleket, de minden valamire való gimnáziumban, én a Zényébe jártam, szombatonként mindig voltak bulik, és élő zene volt. Minden gimnáziumnak volt saját zenekara. Na hát én is egy ilyenbe kerültem be, illetve játszottam ott 4 éven keresztül, aztán mikor vége volt a gimnáziumnak, mivel nem volt saját felszerelésem, hívtak több helyre, hogy menjünk, akár még Budapestre is szerencsét próbálni. Akkor mentek ezek a dolgok, és jól mentek. Benne éltünk, minden nap csináltuk. Valahogy egy kis szünet következett be, de mindig be kellett ugranom egy-egy együttesben, mert eltörte a lábát a dobos, éppen nem ért rá, szült a felesége, mit tudom én. És beugrottam, úgyhogy szinte majdnem mindegyik együttessel, ha nem is állandó jelleggel, de alkalomszerűen mindig játszogattunk. Aztán egy hosszú-hosszú szünet következett, és szegény Busz Béci, nagyon sokan ismerik nyíregyháziak, ő egy emblematikus figurája a nyíregyházi zenetörténetnek, már nincs köztünk. Jó néhány évvel ezelőtt felhívott telefonon, hogy mi lenne, ha semmi akadálya, Béla. Cuccom nincs, de ha van, gyere. Na, elkezdtünk zenélgetni, és aztán úgy kerültünk át a Tóth Illés féle csapatba, úgyhogy végül is a mai napig is hébe-hóba játszogatunk. Nagy örömmel imádjuk a zenét. Ha jól értem, akkor a zene átszőtte az életedet, de soha nem volt életcél. Majdnem zenei pályára mentem egyébként. Voltak ilyen gondolataim, de, hogy mondjam, elég hamar bekövetkezett az a változás, amit hát a mai fiatalok nem igazán fognak érteni, hogy tudnélik, a 60-as évek elején elindult a televíziózás Magyarországon. Méghozzá olyan formában, hogy már kisebb városokban, településeken is volt elszórtan néhány televízió. És mi a Bethlen Gábor utca, Sip utca sarkán laktunk, ahol most a görögkatolikus főiskola van annak a helyén, és tőlünk 80 méterre a Sip utca sarkon már nincs meg az az épület, volt az útfenntartó vállalatnak egy munkásszállása. És ott volt az egész környéken egyetlen egy televízió. Egy fekete-fehér, talán tavasz típusú tévé volt, és, vagy fecske, már nem tudom. És az volt az egészben az érdekesség, hogy a környékbeli lakosság, akit érdekelt a dolog, megfogta a kis sámliát, kis székét otthon, a honnan átcsapta. Elmentünk ebbe a olajos, piszkos, büdös, dohányfüsttől telelévő munkásszállásra, és tátott szája bámultuk a világot, amit a televízió akkor be tudott hozni közénk. Ma már ez nem így van, nagyon jól tudjuk, mert egy telefonon keresztül a világot be tudod járni 2 másodperc alatt. Ezt a mai fiatalok nem is tudják elképzelni, hogy akkor mit jelentett ez. Na, akkor volt az a fordulat, amikor azt mondtam, hogy nekem ezzel kell foglalkozni, nekem filmeket kell, ilyen televíziós műsorokat kell csinálni, és attól a perctől kezdve én abban a hiszemben éltem, és azt próbáltam erőltetni magamra, erőltetni, ez rossz kifejezés, magamba súlykolni, hogy nekem, mivel valamit értek a zenéhez, és ugye komoly zenét is tanultam, és így tovább, hogy nekem zenei műsorokat kell majd rendeznem. De akkor mennyi idős voltam? Akkor, hát olyan 12 éves, 13 éves voltam. Nos, hát azt lehet mondani, hogy azért nagyon sok mindent sikerült abból valóra váltani, amit ott 12 évesen elképzeltél. Hihetetlen, hogy akkor ennyire tudatosan rá tudtál állni egy olyan
irányra, egy választott irányra, ami aztán az egész életedet befolyásolta, meghatározta, kitöltötte, és még ma is kitölt, és ugye újabb és újabb terveket szősz a jövőre nézve, de látni rajtad azt az érzelmi állapotot, ami felidéződik, ahogy beszélsz róla. Azt tudjuk, hogy operatőrként évtizedek óta remekelsz itt a megyében, a városban, de ilyen érzelmi állapotban mikor kerültél először, amikor úgy érezted, hogy na megjöttem. Tehát na ez volt az, amit terveztem. Lehet, hogy már akkor évek óta csináltad. Az ember a gondolataiban állandóan alkot. Amit nem tud a valóságban létrehozni, mert nincsenek meg a felszerelések, nincsenek meg a különböző tárgy és egyéb más feltételek ahhoz, hogy ezt megted, de a gondolataidban számtalan ilyen dolog kavarog. Nyilván ez másokkal is így van, hogyha valaki komolyan foglalkozik egy bizonyos témával. Elég hosszú időt kellett arra várni, hogy végül is majd a 80-as évek elejére elérünk, és akkor jött az a gondolat, hogy itt Nyíregyházán egy televíziót kellene csinálni. Érdekes volt ám a történet, most, hogy az ember visszagondol így utólag. Tudnélik, többen, akik ismerősük voltak, barátok, munkatársak, hagyd ne mondjam tovább, ugye mindig mondtam ezeket a témákat, hogy mi lenne, ha, és milyen jó lenne, és így tovább, és akkor többen rákérdeztek, hogy és orvos látott már, hogy szedsz valamit ezzel? Tehát körülbelül ez volt a reakció. Jó néhány évnek el kellett telni addig, amíg ebből legalábbis egy olyan valóság kezdett el kialakulni, aminek a kezdeti időpontját most így hirtelen meg nem tudom mondani, mert ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, de az állandó súlykolások kapcsán, amit tőlem kaptak az illetékesek, egyre jobban kezdtek ebben gondolkodni, és aztán végül is úgy döntöttek, hogy na, akkor csináljuk meg. Olyan technikai felszerelést kellett elsőlegesen is beszerezni, ami adásra képes. Tehát megüti azokat a technikai paramétereket, ami egy televíziós műsornak a készítéséhez és a sugárzásához szükséges. És ki értett itt ehhez? Hát én. Idézőjelbe teszem ezt, hogy én. Tudnélik, annak idején nem volt szakirodalom erről, nem volt internet, hogy rákeresek és megkeresem, hogy mi mit tud és mennyibe kerül, és hogy hogyan szereztük be ezeket a felszereléseket. Egy érdekes történet. Magyarországon ugye nem árultak Sony cuccokat, nyugati cuccokat, nem. Egyszerűen ugye ezek tiltó listán voltak, ha úgy tetszik. Mégis valahogy be kellett ezeket szerezni. És kitaláltak egy okos csavart tettek a dologba, hogy már ugye elég sokan dolgoztak akkor kint Nyugat-Németországban. És az ott megkeresett kis pénzét mindenki szerette valamilyen szinten befektetni, és a budapesti műszaki bizományi áruházon keresztül ezekkel az emberekkel megvetették az, amire nekünk szükségünk van, ők behozták, mert ugye itt valutával nem kellett fizetni az országnak. Ők behozták, megkapták érte a forint értékét, és itt betette a bankba. És mi így jutottunk hozzá a felszerelésekhez. Na most egy televíziós stúdiónál ugye azt tudni kell, hogy hiába van egy kamerám, az még semmit nem jelent. Tehát addig, amíg az utolsó csavar nincs a helyén, több kamerás stúdióról beszélek, legalább három, addig a dolog nem működik úgy, ahogy kellene. Hát bizony 5 évet kellett várni, ugye nem volt annyi pénzügyi háttere a városnak, hogy ezt egy az egybe finanszírozni tudja, ezért folyamatosan lépésenként vettünk egy-egy cuccot. Megkaptuk az első profi kameránkat. Hónapokon keresztül csak a dobozát nyitogattuk és simogattuk, mert nem volt még meg hozzá az összekötő kábel, ami a rögzítőhöz is kell, hogy egyáltalán tudjunk vele dolgozni. Például ilyenek. Mivel már megvolt a technikának egy bizonyos foka, most már meg lehetett csinálni néhány olyan filmet, amire a technika alkalmas volt. De még mindig nem volt igazán alkalmas, amit mondjuk egy, két, három, négy és több filmben az ember megszeretett volna. Mondok egy egyszerű példát, hogy ez teljesen értető legyen. Ugye annak idején szallagra rögzítettünk. Az egy nagy bűvészmutatvány volt,
és néhány millió forintba belekerült, hogy két rögzített képet, ami két különböző szallagon van, azt össze tudjam úsztatni. Na most, hogyha nekem azt, én úgy gondoltam, hogy nekem kellenek olyan képek, ahol át vannak úsztatva a képek, ezt nem tudtad megcsinálni, hogyha nem volt hozzá time-based korrektorunk, így nevezték ezt a berendezést annak idején. Várni kellett, míg ez megjön. Amikor megjött, utána már lehetett abban gondolni, akkor most kéne ezt a filmet megcsinálni, és akkor elkezdtük forgatni azt. És amíg te nem kerültél abba a helyzetbe ennyi év után, hogy valóban, tehát arról beszélhettél, hogy benne vagy egy ilyen folyamatban, hogy filmkészítés, meg egyáltalán egy televízió stúdióban való mindennapos munka, addig te mit csináltál? Én előtte a művelődési központban dolgoztam, a megyei művelődési központban, első perctől kezdve, még átadás előtt inkább úgy mondom, már mi ott dolgoztunk, néhányan a műszaki résznél. Egyébként előtte népművelő voltam, különböző házaknak az igazgatója voltam, stb. De akkor már én pengettem ezeket a húrokat, hogy jó lenne valami televíziós dologban gondolkodni, és nyitott fülekre találtam, már akkor ott kialakult egy kis házi videó stúdió. Na, ez kezdetleges módszerekkel, de már tudtunk képet, hangot rögzíteni, már azt valamilyen szinten tudtuk szerkeszteni, és így tovább. Na most a munkánk az volt, hogy egyrészt a mindennapos nagy rendezvényeknek a közvetítése, ugye kicsi volt a nézőtér, 350 főt befogadó nézőtere volt a művelődési központnak, de voltak olyan rendezvények, majdnem 600-an meg többen jöttek volna be, de nem fértek be. És akkor kitaláltuk azt a módszert, hogy a televízió erre alkalmas. Az épület 9 különböző pontján voltak televíziós vevőkészülékek, és mi arra kiadtuk egyenes adásba, ha úgy tetszik, hogy ma fogalmaznánk, a színpadon történő eseményeket. És így ez egyrészt, ez így bővült a látogatottság, vagy a nézettség, hogyha úgy tetszik, de hát ez egy zárt rendszer volt, csak az épületen belül lehetett ezt megtenni, illetve a különböző művészeti csoportoknak a munkáját segítettünk. Példákat mondva, vidékre jártunk néptáncgyűjtésre. Előadták nekünk Sanyi bácsiék a pittyektetőst. Dolgoztunk a bábosokkal, vettünk fel darabokat, amatőr színjátszókkal, hagyd nem mondjam tovább. Tehát ami annak idején működő, élőképes csoport volt a művelődési központban, életképes csoport volt a művelődési központban, és valamilyen szinten muzsikáltak, ahogy szokták mondani. Mi ott voltunk, és ezeket valamilyen utómódon megpróbáltuk rögzíteni, ebből anyagokat vágtunk össze, ebből oktató jellegű filmeket csináltunk, és így tovább. Tehát nekem nem volt újdonság a televíziózás bizonyos szempontból, mert én már akkor bizonyos alapokkal rendelkeztem. Tehát én már akkor ezeket megtaláltam. Na most ugye iskolákat el kellett végezni, az első ilyen volt a Veszprémi Országos Oktatástechnikai Központban, hívták össze ezeket a szakembereket, ott kaptunk egy képzést, utána Pesten jártunk, 3 éven keresztül ott van tulajdonképpen egy olyan papírunk erre az egész, hogy mi ezt csinálhatjuk. Tudnélik, akkor indult Magyarországon elsőként a vidéki, a városi televíziók szakembereinek egyfajta képzése. A főiskolán nem volt ilyen, a budapesti filmművészeti főiskolán nem volt még ilyen szak, sehol, senki nem foglalkozott vele, ezért az akkori népművelési intézet vett át tulajdonképpen szárnya alá ezeket a dolgokat, és az ő égiszük alatt hozták össze az ország minden pontjáról azokat az embereket, akik majd a televíziós műsorokat ott helyileg fogják készíteni. Most, hogyha össze kellene számolnom, ami értékesebb, tehát ami film, de ebben mondjuk vannak ilyen 5 perces etüdöktől kezdve a másfél órás filmig, ami a 56-os nyíregyházi eseményeket dolgozza fel, 350 körül van. 350 körülbelül az, amire azt mondom, hogy ez bármikor nyugodt szívvel be lehet mutatni, és ez a mai napig is megállja a helyét, és az a jó, és az az öröm, amikor az utcán jönnek velem szembe ismerősönök és ismeretlenek, és gratulálnak, és azt mondják, hogy na hát látod,
ezeket a régi filmeket kellene adni, mert ezek nagyon sokat jelentenek a mi számunkra. Kicsit visszaidézi a mi korunkat, a mi gyermekkorunkat, a mi szerelmünket, a mi hétköznapjainkat, és így tovább. Meg ami volt. Ami itt megtörtént. Igen. Mondok egy érdekes esetet, hogy ha szabad még ezt elmondanom. Oscar-díjas vagyok egyébként. Oscar-díjas vagyok. Azért vagyok Oscar-díjas, mert jó néhány évvel ezelőtt, 2008-ban volt, ha jól emlékszem rá, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei elnöktől, Sesták Oszkártól kaptam egy ezüst plakettet, a megye ezüst plakettjét, azért mondom, hogy Oscar díjas vagyok, hogy visszatérve az előző gondolatra, hogy a másik Oscar díjam, az pedig a következő, Svédországban történt az eset, egy néptánc csoportot kísértem, és ott egy úti filmet készítettem róluk, több helyen léptek fel, stb. És egy alkalommal meghívtak bennünket az ottani magyar kolóniának a tagjai. Egy kis művelődési házuk van, és ott ugye kedvezni akart mindenki a néptánc csoportnak, és mindig különböző halételekkel traktálták a néptánc csoportot. Több mint a fele utálta a halat, én jól jártam, mert én imádom, a fülemen jött már ki a végén, annyi halat ettem. És na, ők egy kis igazi magyaros ízt fognak nekünk adni, és ott volt gyulai kolbász, és pixalám, és hagyd ne mondjam, tehát magyaros dolgokat. És elkezdtünk beszélgetni, de voltak vagy 50-en. Elkezdtünk beszélgetni, és kérdem ott a vezetőjüktől, aki érdekes módon Nyíregyháza környékén szolgált, mint huszártiszt, és hát ő 56-ban ment ki, és lényeg az, hogy kérdem, hogy milyen kapcsolatotok van az ős hazával, Magyarországgal. És azt mondja, hogy mindennapos a kapcsolatunk, bár nem járunk Magyarország, de vannak, akik megfordulnak, akiknek lehet jönni, és hát minden alkalommal, amikor összejövünk, összegyűlünk itt, beteszünk egy anyagot a DVD-t, és megnézzük ezeket az anyagokat, és mi visszagondolunk a megyénkre, az országunkra, az akkori életünkre. És mondom, hát meg lehet ezt nézni. Kiveszi a DVD-t, beteszi, és az én filmem megy. Atya ég. Ettől kell nagyobb Oscar díja. Jaj, nem. Könnyes szemekkel mondtam, mint ahogy én is most. Annyira megható volt a dolog, hogy az én filmemet, amit annak idején ki kellett csempészni, mert nem lehetett hivatalosan kivinni ezeket az anyagokat. És ez éltette bennük a lelket az ős haza láttán. Az csodálatos. Aki ismert téged, akinek volt lehetősége arra, hogy dolgozzon is veled akár, tehát hogy gyakrabban találkozz vele, azok mind tudják, hogy nagyon-nagyon szórakoztató egyéniség vagy. Valószínű, hogyha gondod, bajod van, azt úgy éled meg önmagadba, hogy kifelé akkor is a körülötted lévő embereket felvidítod. Az csak egy plusz, hogy a zsebedben mindig van valami adalék ahhoz, hogy valami kis trükköt be... Mutassuk egyet itt hirtelen. Csak most így hirtelen, hogy itt van nálam, hogy van egy kártyalapom, meg hát ez tulajdonképpen ez egy hétköznapi író. De micsoda meglepetés. De nem? De most, hogyha ezt elkezdjük így bírizgálni, és azt mondjuk, hogy jó lenne, hogyha ez átmenne rajta, és tulajdonképpen átment rajta, hogy látjuk, de hogyha elveszük, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen nem minden a helyén semmi. Van. Nem történt semmi. Hát ez ilyen játék. És akkor befejezem a kérdést, mert arra szerettem volna lákérdezni, hogy ki volt a családodban ilyen típusú? Kitől hoztad ezt az adottságot? Hát nem tudom. Hogy emlékszel rá? Apám nagyon ügyeskező ember volt, amit gondolom, hogy egy picit örököltem tőle. Itt van egy-két makett, amit elhoztam, mert kértett, hogy hozzak valamiféle játékokat. Egy időben elég gyakran csináltam maketteket. Akkor volt az, hogy kivették a mandulámat, egy hónapig kínlódtam, borzalmas fájdalmaim voltak, akkor 25 éves voltam, és akkor kezdtem el maketteket összerakosgatni
a fájdalom és az unalom és a harci járművek belőle. És harci járművek. És repülők is, ami most a múzeumban van egy jó néhány repülő, ott van valahol kiállítva, vagy nem is tudom, vagy már megszűnt a kiállítás. És akkor történt az, hogy ezeket én valamikor nyilván fogom tudni használni, gondoltam én, ami tulajdonképpen valamilyen szinten be is jött, mert például a II. Világháborús repülőgépek, amik Nyíregyházát bombázták, az a három típusú gép, négy típusú gépnek a makettje szerepel abban a filmben, amit én a bombázás emlékére készítettem, vagy az 56-os filmben megpróbáltuk valamilyen utómódon egy kis technikai trükkel megmutatni, amikor jönnek a lánctalpasok a Bocskai utcán és kanyarodnak ott jobbra-balra. Abban igaz, hogy nem mindegyik, de az egyik harckocsi, egy T-34-es, azt én csináltam, az ott van a filmben például. Sosem lehet tudni, hogy mikor. Nyilván nagy türelem kell hozzá, és kézügyesség, hogy ezeket az ember összepakolgassa, mert ezek miniatűr alkatrészek, csipesszel kell sokszor dolgozni, több száz alkatrészből kell összerakni egy-egy nagyobb, mondjuk hajót, vagy hasonló szép valamit, de ezek, nem tudom, értékek az én számomra. Tehát ez olyan dolog, hogy ha valaki, most azért álltam, mert eszembe jutott egy idézetet, hagy mondjak, egy szabadtűzönt forgattunk, és ott az egyik alkalommal az alanyunk, igen, Kömörő környéken, azon a vidéken, és Berti barátunk azzal kezdte a kis mondókáját, hogy mindegy, hogy milyen hobbid van, hogy bélyeget gyűjtsz, a természetet járod, vagy szalvétát gyűjtsz, vagy tévét, nem tudom, lehetne tovább sorolni, mindegy, de legyen, mert hobbi nélkül lehet élni, de nem érdemes. És milyen igaz. Peti, téged mindig megértett a környezeted? Hát én nem tudom. Van, amikor hadarok egy kicsit, hogyha sokat akarok mondani. Nem arra. Én gondoltam, hogy nem ezt fogod mondani. Nem tudom. Tehát egy kicsit úgy tűnik nekem ebből a beszélgetésből, hogy valahogy mindig volt egy saját utad, ami nem biztos, hogy a kornak megfelelt, vagy az adott körülményekhez igazodott. Tehát, hogy mindig akartál valamit. Hát igen, tehát ez egy régi dolog nálam. Zárójelben hagyj egyezem meg, hogy amikor nem vettek fel másodszorra főiskolára, Budapestre, a Színházi Művészeti Főiskolára, helyhiány miatt elutasítottak, én két hónapig én nagyon-nagyon lelkibeteg voltam. Hozzám anyám még nem mertek még szólni se. Szóval akkor az egy olyan trauma volt a számomra, amit nagyon-nagyon hosszú időn keresztül nem tudtam kiheverni. Nem vettek fel. Miért? Hát pedig olyan forgatókönyvet vittem, amikor megnézték. Paul Gérard, ez egy francia költő, és a Te meg én című egy versciklusa van, ami tulajdonképpen egy szerelemnek az indulásától a befejezésig szól, de gyönyörű, amit leír, és nagyon nagy igazságokat ír le, és én ezt meg akartam filmesíteni, és ezt én megcsináltam forgatókönyvben, és azt mondták Pesten, hogy ez nem igaz, hogy ezt én csináltam. Hát mondom, miből gondol, mire egy ház az, hol is van? Tehát valami ilyesmi volt a hozzáállás. Uh-huh. És hát nyilván, hogy akkor 625-en jelentkeztünk erre a szakra, és 12-t vettek fel, ugye, és két évenként indult a főiskola, úgyhogy nem sok esélye volt egy nyíregyházinak, akár hogy is nézzük, mert már ott azokkal, akikkel én egy időben felvételiztem, már abban a 20-as csoportban is voltak ketten, akiket már a Magyar Televízió ajánlott, mert több éve ott dolgoznak. Gál Völgyi Jancsi, ugyan ő nem operatőrnek jelentkezett, de ő is színészet iránt érdeklődött, nem tudom, hanyat utasították el, egy folyosón mászkáltunk, és mondta nekem ott a kis mondókáját, a kis verset, ott tanulta. Ez abban időszakban volt. És van-e olyan beteljesítetlen álom, ami még akár tervbe kerülhet, terítékre kerülhet? Hát
tele van a padlás. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha 3 életem lenne, az is kevés lenne, mert annyi mindent meg kellene még csinálni. Ha nem operatőr lennél, mi lennél? Zenész. Zenélnék. És dobolnál? Nem tudom. A zongorát abba hagytam nagyon korán, most már hangokat ismerem meg a kottát, de ahhoz gyakorolni kell minden nap. Igen, ez egy olyan kérdés, hogy ha nem operatőr lennék, akkor zenész lennék, vagy zenei műsorokat rendeznék. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsi cukrászda. A műsor támogatója a Szarvas ABC, a Reál üzletlánc tagja. Alfi, ahol a pénze többet ér.